Ez még hát XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert hogyha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vicces, csak jó lenne visszalátni egy heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Rohadt sok ingyen emote. https://2.per/7tv.app/fel. Úristen, megőrül! Bútódok! A mai epizód vendégei pedig Eko és Gyuris a 9. C-osztályból. Hogy vagytok, srácok? Melyik magyar előadóra van tetoválva a Villon márka logója? Na ez már egy elég jó kérdés, mert magyarokról van szó. Melyik magyar előadónak van 26 cm-es... Ilyet nem fognak kérdezni esetleg, mert az előző epizódokból gondolom, hogy lesz ilyen is esetleg. Telefonos segítséget kérni. Na kit hív fel? Csajom 2. Csajom 2? Sosi tesike. Csátesi, hallod? Tásó, most elfoglalt vagy? Nem, mondjad, mi van? Ráérsz egy percre? Ahogy csak gyorsan, mert dolom van. Nagyon fontos kérdésem van, bro. Melyik a legdrágább luxus márka 2022-ben a 4 közül, amit fels... nincs benne az opciókba, tesó. Szerintem ez egy ilyen nemzetközi lista, és a magyarokat lehetnek. De... Belemondta a sajátját. Nice. Bro! Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel vagy Gucci? Tesó, ezek közül egyik sem. Szerintem a BTM, hogy nézzél, ha arról van szó, akkor legyen a Gucci, mert az kép. Oké, köszi, tesó. Köszi. Májpakta. Na mit mondott, melyik lesz az? Nem hallottam. Mit mondott, bro? Hát ne áruld el, írd le. Ez már az úgy sok kérdés. Szétrolkodják, amúgy ezt nagyon adom, hogy szétrolkodják az egészet. Jenny? Damien Gucci? A Louis Vuitton a jó megoldás. 2022-ben a Louis Vuitton. Ne haragudj, bro. Ki adta ki a legtöbb albumot 2022-ben? Gyuban, kér segítséget tőlem? Nem, tesó. Jó. B. Az NBA Youngboy? B. Igen, mindketten jól tudjátok. És az esik tipp amúgy, hogy mennyit dobott ki idén? Olvastam róla egy cikket, de elfelejtettem. Amúgy szerintem ilyen 4. Ilyen 30. Hogy kéne komolynak maradnak? Geci, össze-vissza trollkodjak. Addig készítek fel, de hogyha szeretnél egyébként, Eko, te is nyugodtan. Mint a show, szállj be. Ráugorhatsz a beatre. Júj, bro. Megvagytok? Mehet? Ez vicces lesz. Ja, már ezt is szét fogják trollkodni. Figyelj, két sor én, két sor te. Na, bekezdem és be fogom érzni. Na mehet, figyeljetek, indul. Ez az egy beat megy mindig. Hogy miért mindig ezt a beatet teszi be? A videóban egész végig ezt szólt, és most erre fognak rappelni. Erre a beatra nem lehet rappelni. Ezt ismered? Tudod, tesó? Hát ez nagyon hard. Tesó, annyit tudunk nyújtani. Amúgy a vágod. De ez brutál, mi nyomjátok, mert ez... Hát tesó, kifagytunk a szövegből. Igazából ezt megírtam előre, és ez eddig tartott. Igen, ez így csalás, mert ezt már hallottam. Nem. Ez nem ne, fősz. Nem, ezt ma írtam. Jó, amúgy leírtuk már. Leírtuk előre, bro. Erről van szó. Elképesztő a gyerekek, tehát hogy én ilyet még nem láttam, szóval az évszázad freestyle volt. Köszi szépen. Ez valódi tehetség. Köszi, sokat dolgoztunk rajta, mert számítottunk rá. Igen, igazából felkészültünk arra, hogy egy freestyle. Igen, hogy valamelyikünk veszít, arra felkészültünk. Választékosan válogattunk a magyar értelmező kézi szótárból. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kommentben mindenképpen jelezitek. Nagyon készen vannak. 45 tesó hangzott el a videóban 13 perc alatt. Itt hallottátok először, ezt tudni nem számolta meg senki. Valaki számolja meg hány tesó szó. Na, akkor kezdjük. Jaj ne, ez nagyon hosszú. Várjál, mert most az jutott eszembe, hogy hátulról teszem be. Szóval... Mi így kezdünk? Ez erős kezdés, nagyon nem. Ez jó. Így van. Rokonnal csak otthonnal ezt tudod te is, nem? Jó!
Ezeket neten nézted? Vágod, az én Instagramem ben.zlv, írd már fel a seggedre a nevem úgy, hogy a segjukad legyen a pont a Ben után. Olvassa a TXT-t, igen. Ezeket előre leírta, szerintem. Úgyhogy olvassa és remeg otthon. De kamerát meg nem mer kapcsolni. Ez a legázabb az egész baj. Érted, hogyha már pofázol, akkor legalább kamerával csináld, így bármennyire is. Nem ismerem ezt az embert, akinek beszél. Ja, jól nézel ki te. Kifordítanám a segjukat, mint a párna húzatot. Fasz! Így szoktál ismerkedni? Igen, így jön. És ez kinek jön be? És ez kinek jön be? És ez kinek jön be? Hát, minden anyukának. Az jó. De úgy látszik, neked nem jön be. Na jó, a következő körben találkozunk vele, köszönjük az első ismerkedést. Ennyi volt? Az első kör, igen. Kövessetek be ben.zl-ben. Jó, következő. Igen, hogy a tudatosabb lesz. Nem feltétlen. Most adj mindenkinek egy esélyt. Negrónak a live-jában sokkal szerepeltem ilyesmi, de... Negró live. Annyira nem. Kedve miért vettél fel inget? Esélyt? Kedve miért vettél fel inget? Különben igen. Nem az tudom, jó. Hogy szeretnél az inget, inges, tehát az ilyen úriemberes palikat, vagy nem. Persze. Nyomja meg az E gombot, hogy kommunikáljon a lakossal. Az E gombot. Donated. Hány barátnőd volt eddig? 4. Hosszú kapcsolatok? Ez élőbe ment és behagyta az alerteket. Volt egy-kettő, igen. Van egy, amiről nem akarok beszélni, de azért is nem akartam egyelőre barátnőt, mert sok volt ugye a csalódás, tudod, és hogy mondtam, hogy egy kicsinek. Minden férfi ever kb. Jó van, és most jön a következő, Tony, akit egy páran ismerhettek. Tony... Szia, hello, hello. Ne. Ez a Tony Vallone, ez a Tony Vallone lesz, úristen. Szia, Dia, Dia, hogy vagy? Jó vagyok, köszi, te hogy vagy? Tökéletes. Mennyi időnk van beszélgetni? Hát fél, ameddig nem kellemetlen, addig nyomhatjátok. Jó, rendben. Tehát vége van. Tegyünk úgy, Dia, mintha nem ismernénk egymást. Mi ismerjük egymást? Mehet, közel lakszor. Oh, hell no! Oh, hell no! Te tudod, hogy ez így van. Tudom, kicsit múltkor. Tessék? Mondom, kicsit múltkor. Hát ez a Power ez nagyon nem érti, hogy hogyan kell streamelni. Hát ezek ilyen dolgok történnek, akkor csak kikapcsolom az alerteket amúgy. Ki érted, hogy 13 kerület, vagy 13. kerület, ezek és már kérdezem én, így random. Hogy a lehet... Ezek már b***ak, chat. Azt mondja. Dia, kérek, mesélj magadról. Mi a csillagjegyed például? Ikrek vagyok. Az a kedvenc. Csillagjegyekről beszélgetni. Én is ikrek vagyok. Az ikrek, az egy nagyon dinamikus jegy. És most egyébként mit csinálsz? Tehát most tudom, hogy megy a TikTok-olsz, és most miből van neked pénzed? Az OnlyFans. Az OnlyFans-ből. De most a Power ezt kinevette? Most ezt halálkozom. Bocs! Erre bekacsoltam, amikor mondta, hogy nevessen egyet. Bro! Egy hosszú távon hol látod magad egy 5 év múlva például? Hogy a legjobb leszek benne, vagy a legjobbak köz benne leszek. És csak Magyarországon, vagy pedig világszínvonalon? Magyarországot már lassan kimaxolom, most kezdek el külföldre terjeszkedni. Ez kemény. Oké, és akkor el is akarsz költözni. És ebből lehet. Ennyi pénzt szerezni Magyarországon is amúgy, hogy valaki OnlyFans-re csak feltölti magát. Mondjuk, hogy hülyén is viselkedik, azt vágom. Bish Barbie type ember. Gondolom. Csak én ezekben a körökben nem mozgok, hál' Isten. Elköltözni nem kell ehhez. De ne, akkor és nem akarsz? Tehát jó itt? Hát van már terve egy sziget, ahova lehet, hogy költöznék. De még nem tudom, nem tervezek előre. A holnapi napomat nem tudom, nem hogy a jövőt, de tervezek külföldre költözni, mert igazából tök mindegy, nincs helyhez kötve, hogy ezt hol csinálom. Az kéne valami nyelvtudást is, nem gondolod, kedves? Szerinted 5 év múlva is ugyanúgy az OnlyFans marad. Az kemény, ilyen beszólásokat tol, csak amúgy meg jó pofizik nekik. Szerinted tudnánk közösen csinálni? Nekem ez a tag, ez nagyon szimpatikus, nem tudom, hogy miért. De ő már csinált erről a lányról a videót. Ja, ő ilyen izékről, ilyen rapperekről csinált videókat, ilyen... Olyan videókat, amiket külföldön már megcsináltuk mások valószínűleg. Na, jó. Tony 10 per hány? 9. Oké, okay, jön. Ahogy látom, elég szépen kicsípted magad. Arról ne legyen szó. Arra gondoltam, inkább hagyjuk az egész micsodát.
annyiba, menjünk el valahova. Na jó. De... Most ez miért lépett ki? Ő lépett ki. Faképni hagytak téged? Hát ezek szerint... Jó, bemutatkozok. Norbinak hívnak. De igen, meg Diának. Nagyon keménynek tűnik ez a Norbi. Óf. A kedvenc nevem. Na, ezt tudom. Nekem is van volt. Hány évek? Attól függ, igazából elmondom, hogy mitől függ. Hány éves vagy te? Majd mindjárt elmondom, hogy miért. 23. Hú-hú. Én 18. Most lettem úgy ennyi. Ez jó. Egy két hónap, ja, de nem ez a lényeg. Diának szerencséje van. Akkor? Hogy is mondjam, hogy vázoljam föl neked a lényeget? Mit csinál? Mit szerettem volna mondani? Hova szeretnél nagyon elutazni? Egy vulkánhoz. Egy vulkánhoz? Ne szórakozz velem most őszintén. Vulkán. Egy vulkán. És mit szeretnél... Mit szeretnél egy vulkánba? Hát igazából semmit, csak egy vulkánál akarok kekszelni. Benne van a bal... Vulkánál akkor szexelni. Benne vagyok amúgy, azon nem újjön. W1 Lilian mondja, vulkánhoz. Ja, mert ő gollam. Norbi, 10 per mennyi? 7. 7? Jó van. Akkor még van egyetlen egy ember. Na, mehet. Szóval, mi a helyzet? Oké, okay. Hát ez nagyon kínos. Te akarsz elszedni? Én vagyok az utolsó, igen. Nekem tudod, milyen lányok jönnek be? Na, nem OnlyFans-esek. Akiknek OnlyFans-ük van, akik szét vannak balba. Feketejük, ilyenek. Aha. Nekem ez a kedvence. Olyanokat szeretem. De miért kell ez bele? Aki és már több száz fiúval volt, tapasztalt. És hogyha te találkozol egy lányal, te ijedős vagy, félsz, nem tudsz vele mit kezdeni. De a csaj meg annyira buta, hogy nem vágja le. A nő szokott általában irányítani, vagy tudsz magaddal? Most nem kell így általánosságból beszélni, de ha rólad beszélünk, akkor tőled megijednék, igen. Nem azért annyira rémisztő, hogy... Miért? Miért ijednél meg tőlem, hogy te találkoznál? Nézd a tükörbe, az kiderül. Na, szóval... Kérdezz rólam bármit, amit szeretnél, mehet. Mi tetszik neked egy lányban? Nekem? Már mondtam az előbb, ha szét van, ha mindenkivel összefekszik, nekem az imponál a legjobban. Na, az tök jó. Meg hogyha OnlyFans-ezik, meg kirakja a seggét, meg mindenit. Ez nem érzi még így se gáznak. Ez, ha már többször elmondod, akkor egyre gázabb lesz. Tenetre, az a kedvence. Na, az tök jó. Azt gondolom, hogy belőny van, hogy bárki láthatja azt, mint izé. Szeretem azt, mikor a százon beleharapnak egy szendvicsbe, azt én még azt fel szeretném venni, azt én is beleharapok egy. Hát igen, de az OnlyFans-ére fixen előfizetett amúgy. Jogsít már van? Van, igen. Parkolni tudsz? Tudok. Még hozzád nem parkolnék be, de ettől függetlenül tudok parkolni. Én még csak most kresszezek. Igen? Aha, most csak vizsgára 23-án. Jó, hogy bar... tudsz legalább az a lényeg. Ami ezek is ész kell, azt még arra még tanul. Na mindegy. Na jó, behívom. Miért lázza meg amúgy ennyire? Nem értem. De még ez az a lány, aki azt mondja, hogy levetkőzött Insta live-ba, ugyanez a Pali csinált róla videót talán. Amúgy ez kicsit ilyen VV-soma type. Igen, a VV-som az megőrülne, hogyha lenne annyi esze, hogy kitaláljon egy ilyet, hogy ellop egy külföldi metát, ezt az idétes dolgot, mert ez már külföldön nagyon régóta megy, évek óta. Ez a Discord dating. Most itt eljött Magyarországra is. Elfogadnátok el, hogyha a barátnőtök OnlyFans-ik? Igen, én szeretem, hogyha szét van a nőm. Következő. Hányadjára mondjál? Fans, az mióta az? Az nem is azt jelenti. Ez meg a másik. Nem függ össze a kettő. Ha csendben van, hagyj válszoljon már. És még lekussoltatja. Nagyon gázos. Egyértelműen nagyon élek a lehetőséggel és szimpatikus. Szeretem, hogyha a portékámat más is gondozza. De az OnlyFans is nem tudjátok, hogy mit jelent képeket, meg videókat árulok, nem más. Igen. Jó, igen. És de más néz. És de nem basz meg. Akkor mi van? Ez mi az, hogy mi van? Ha van egy barátnő, más nézze. Meghalsz, elrohad a tested, nem mindegy akkor? Így veszük akkor mind. Hát ha na most már értem az életviteledet, jó? Hát hogyha Claudia, te lennél a barátnőm, OnlyFans-eznél,
azzal semmi baj nem lenne, mivel tényleg én simán analgújó helyett Pokémon labdákat dugdosnék a seggedbe, szóval szerintem laza. Mondhatom, kezdhetem pulverezásít, aki kiesett? Nem, mert széthúzom segít, az főzök benne egy adag ujjáslevest. Ja, kiesett ki. Ki nem mutatta a kamerát, az a tajparaszt, oh, az... Anyádat. De meg le is anyázza. Ez mennyire a pári content, Geti? Úristen, kik nézik ezt? Ugyanazok, mint akik az a Lári Tnopszkit meg a VV Somát amúgy. Mit várnátok el tőle? Hogy ne hazudjon. Hogy ne legyen szará. És... Eddig még azt akartad. Hogy a, és hogy csak én lássam mesztelenül. Meg, legyen megbízható, aranyos, kedves, legyen tetovált, mit tudom én, ilyesmi tudod. Aha. Nagyon jó vagy. Ez mennyire kínos. Nagyon be van feszülve a Pali tényleg. Nagyon rá van állva erre a témára. Várj, azt kérdezik itt tőled a csetán, úgy hívnak téged, hogy Pop Simon. Aha. Ezt már hallottam, ezt a viccet, nagyon jó. Még nem hallottam. Na mindegy, igen. Erre nem is kell semmit mondanom szerintem, tehát ez magáért beszél. Ő cringe, öngyilkos leszel, jó, nézzük meg ezt inkább. Én Herbie vagyok, az ittas férfi. Mai videóban játszani fogok egy fingás szimulátor. 777 BHVK mondja, kellek kapcsolt kimenin. Orral a Robloxban. Kezdjük is. Sok pénzem van itt most. Itt is sört kell inni, mint a valóságban, ez nekem való játék. Maximális fingás szint. Még több pénzem lett nekem itt most, én Herbie Péternek. Gyereki, oh, Herbie néződ vagyok. Ki a fenés vagy te? Vettem csatornatagságot is, és küldtem neked sört, cigit én most. Tűnj innen, te irigy. Most megöllek én, most hol vagy te? Hol vagyok én, Herbie Péter, uá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 
Csávók! Ne! Havarom szeretne ellenet sakkozni chess.com-on, Csávók. Itt a neve. Beváltottad ezt 25 000 forintért, sakkozzak haveroddal. Fú, haver. 9999999. Mind megettök, sztő mondja. Miért fidelsz? Hóvalóvonás lejt mondja. A Netfit 20 méteres ingafutás tesztjében fokozatosan emelkedő sebességű futással kő. Bertbox mondja, Henry Kettner magas. Henry Kettner tényleg magas. Bocs, elestem. Boing. Na most ezt ide rakom. Ez szerintem a legjobb lépés, amit csinálhattam. Oh my! Na várjál. Nehéz a döntés, mit csinálják? Hát ez gatya. Ez mindenképp gatya. Hogy várj? Nem, ez mindenképp gatya. Szia, Colos. Először is üdvözletem, örülök, hogy ismerlek. Rájöttem, bro! Rájöttem! Mateo 1337 mondja, a nevem Walter Hartwell White. A 308 Negrőről jó lény címen lakom, Elbökör ki. Tényleg ott laksz? Elalulvonás. Végé! Jó volt! Az elszemtelenedett kerékpártól vagyok, belepték Budapest utcáit. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. És hát én nem is láttalak titeket, de örülök, hogy ti láthattatok engem. Anyámat, köszönöm szépen. Adok modit, jó? Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.